Románia népszerűsítésére írtak alá szerződést. A 10 millió euró értékű kulturális promóciós szerződés alapján influencerek érkeznek Romániába, hogy külföldi magazinokban és kiadványokban, köztük a National Geographic-ban népszerűsítsék az országot, mint kulturális célpontot. 10 millió eurót szán az Európai Uniós beruházásokért felelős minisztérium Románia népszerűsítésére. A Hívogató Románia az országjáró projekt célja, hogy felhívják Románia turisztikai látványosságaira a figyelmet. Ehhez influencerek segítségét kérik, akik külföldi magazinokban és kiadványokban beszélnének a különböző turisztikai célpontokról. Hegedűs Csilla, a minisztérium államtitkára elmondta, ahhoz, hogy a turisták jöjjenek Romániába, nem elég a műemlékek és az épületek felújítása. Tehát 300 helyszín esetében fog készülni, és erről szól ez a szerződés, egy-egy bemutató kisfilm, audioguide több nyelven, minden több nyelven, és nyilván magyar nyelven is fog készülni egy telefonos applikáció, amely segítségével a turisták el tudnak jutni a különböző helyszínekre, és ezt nem csak az országos médiában, írott és online médiában fogjuk népszerűsíteni, hanem az a szándékunk, hogy külföldi influencereket is hozzunk. Hozzátette, az a cél, hogy akár a National Geographic, akár a világ nagy publikációi is írjanak a 12 turisztikai útvonalról, a kastélyokról, látványosságokról. A Hívogató Románia az országjáró projekt keretében közel 150 millió euróból újítanak fel 70 műemlékképületet és több mint 220 falusi házat. A projekt az országos helyreállítási tervből valósul meg. 5 kastélyt, 5 kúriát, 10 fatemplomot, 5 bojárházat, 5 kolostort, 5 Szent Lászlóhoz köthető helyszínt, 5 római erődítményt, 5 várat, 150 népi építészeti értéket és 30 Duna-deltai helyszínt újítanak fel a rendelkezésre álló alapból.